Ismét megrendezték a közgazdasági szakközépiskola diák önkormányzati napját. A cél most is az volt, hogy az iskola falain belül szervezzenek maguknak szórakoztató programokat. A siker ezúttal sem maradt el. Hagyományosan a diák önkormányzati napot már pénteki napra időzítjük, kiegészítve a csütörtök délutánnal. Tegnap délután elkezdődött egy vetélkedővel, és egyéb kozmetikai bemutatón vehettek részt a fiatalok. Ma viszont úgy indult, hogy közös torna, sportrendezvények és mindenféle fajta ügyességi, játékossági vetélkedők. Csak az eső egy picit ezt most zavarja, hiszen most már nem csak szemerkél, hanem kellően esik, és azok, akik az ebédet főzik kint az udvaron, azoknak ez most egy kicsit kellemetlen. A cudaridő ellenére azonban kitartóan kavargatták a bográcsokat a fiatalok, melyekben többek között slambuc és paprikás krumpli rotyogott, de különlegesebb étkek is készültek. Mégis olyan, mint egy pásztort alapanyag, hússal meg gombával. Az elkészült ételeket szakértő zsűri pontozta. Milyen ételt kanalazol a tányérodba éppen? Csilis babot, a 11. N osztály készítette. Itt van a szakács úr is, és ennyi. Milyen az íz egyébként, kóstoltad? Nem, még nem. Még most a pontozó lányoknak szerek, de nem. Én azonban nem tudtam megállni, hogy ne ízleljen meg. Egy fantasztikus csilisbabot kóstolhatok, egy picit kellemesen csíp. Én azt hiszem, hogy a diákok mindent megtettek annak érdekében, hogy a lehető legjobb ételt összehozzák. Szerintem folytatom is az étkezést. Sokáig nem lakmározhattam, hiszen a tornateremben kezdetét vette a következő program, melyen az osztályok megmutatták elkészített logójukat, illetve előadták osztályfőnökükhöz írt ódájukat. Ez a kedves tanárnő, ki segítőkész és megértő. Folyton pártolja az osztályát, és kimutatja vidámságát. Reggel frissen tanít minket, nem pártolja az osztályképket. Mindig jó programokat szervez nekünk, amitől egyből jobb lesz, jobb kedvez nekünk. A nap folyamán a színes programmenüben mindenki megtalálhatta a neki tetszőt. A kötélhúzáson vettem részt, és a főzést én csináltam. Jó, ez az egész, nem tudom, hogy mi volt a legjobb, már nem nagyon vettem részt a programokban, csak néztem. A főzésben segítettem egy keveset, nem sokat, és jól érzem magam. Láthatóan az oktatók is szívesen bekapcsolódtak a programokba, hisz például beálltak egy kis testmozgásra röplabdázni tanítványaikkal. Szeptember óta folynak a készületek, de az utóbbi 2-3 hétben volt az, amikor ténylegesen erre a napra készültünk, és nagyon kemény volt. Úgy gondolom, hogy mindenki 100%-osan teljesített. A Diák Önkormányzati Nap keretében az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület hajdúszoboszlói szervezete előadássorozatot szervezett tanulóik részvételével. A programok sikeres lebonyolításában közreműködő diákokat jutalmazták teljesítményükért. A fogyasztóvédelmi ismeretekből szervezett vetélkedőn első helyezést ért el a 12. A osztály csapata, Hirish Dorottya, Kovács Ilona, Dányi Veselényi Ádám, illetve a szakképzési évfolyam háromtagú csapata, Elek Veronika, Szatmári Janka és Szabó Attila. Gratulálunk a győzteseknek!